Mozgásukban korlátozott fiatalok érkeztek az új nemzedék nyíregyházi közösségi térbe, köztük a kerekes székes vívó Tarjányi István is. Nagyon örülök, hogy van ilyen rendezvény, ugyanis fontosnak tartom azt, hogy mozgássérültek, hallássérültek, egyéb fogyatékossággal élő személyek találkozzanak épp egészséges gyerekekkel, fiatalokkal, és így közelebbről megismerjék egymást, és közvetlenül tudjanak beszélgetni. Én legfőképpen arról szeretnék beszélni, hogy 20 éve vagyok éppen kerekesszékben, és azóta mennyi minden történt velem, és mennyi minden elérhető, attól függetlenül, hogy tényleg kerekesszékbe kerültem. Tarjány István idén a varsói kerekesszékes vívó világkupán harmadik lett párbajtőrben. A fiatalok érdeklődve figyelték a sportoló történeteit, és különlegesnek, hiánypótlónak tartották a találkozót. Meg lehet tapasztalni egymást, úgymond, mert a mozgássérültek meg tudják tapasztalni, hogy a járóknak például kellemetlen rájuk nézni, vagy megkérdezni, hogy segíthetek-e, és fordítva meg tudják ugye mondani a mozgássérültek is, hogy kell-e nekik igazából segítség, vagy sem. A szemléletformáló találkozót az új nemzedék nyíregyházi közösségi tér szervezte. Az új nemzedék nyíregyházi közösségi tér feladatai közé tartozik a szemléletformálás, és szeretnénk, hogyha a fiatalok egy kicsit több figyelmet fordítanának a paralimpikonjainkra. Ezért a paralimpia teljes ideje alatt vetítjük a közösségi térben a paralimpiát, tehát a különböző versenyszámokat figyelemmel követhetik a beérkező fiatalok. Nagy képernyőn nézhetik a paralimpiát az érdeklődők, az ifjúsági közösségi térbejárók pedig tablón összegzik a verseny eredményeit, egy külön füzetben pedig összegyűjtötték azoknak a magyar sportolóknak a képeit, akik kijutottak a paralimpiára.